Oroszország jövője miatt aggódik az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky azt üzente az oroszoknak, hogy ha nem hagyják abba a háborút, akkor olyan veszteségeket szenvednek, hogy több nemzedékre lesz szükség, míg talpra áll Oroszország. Hivatalosan mindkét oldal béketárgyalásokat szorgalmaz, a NATO közben tovább erősíti jelenlétét a keleti tagállamokban, például Bulgáriában, Norvégiában pedig egy NATO hadgyakorlaton lezuhant egy amerikai repülő, 4-en meghaltak. Francia Mirage vadászgépek repülnek Észtország légterében. Pilótáik csütörtökön csatlakoztak az itt járőröző NATO erőkhöz. Az elmúlt hetekben a szövetség jelentősen megerősítette az Oroszország és Belarusz közvetlen szomszédságában lévő balti államok védelmét. Franciaország egy különleges feladatokra kiképzett alpesi vadászegységet is küldött Észtországba. Egy brit és dán csapatok alkotta gépesített lövészzászlóhoz csatlakozunk. Az észt hadvezetés nemrég jelezte, hogy szüksége van olyan egységre, amelyet harckocsival nehezen megközelíthető terepre képeztek ki, mondta a francia katonák parancsnoka. NATO hadgyakorlat zajlik Norvégiában is, ahol pénteken gyakorló repülés közben lezuhant az amerikai tengerészgyalogság egyik billenőmotoros gépe. A CNN úgy tudja, hogy a fedélzeten lévő 4 katona életét vesztette a balesetben. Közben az európai körúton lévő Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter Bulgáriában tárgyalt. A Fekete-tengeri ország 1000 fős, több nemzeti harccsoportot állít fel a NATO európai főparancsnoksága alatt. Az Egyesült Államok Stryker páncélozott harci járművekkel felszerelt gyalogos századot küld a hadtestbe, jelentette be Kirill Petrov bolgár miniszterelnök. Hozzátette, országa egyelőre nem szállít fegyvereket Ukrajnába. Bulgária továbbra is mindent megtesz azért, hogy segítsen az ukránoknak átvészelni az orosz agresszió okozta borzalmas szenvedést. De mivel túl közel vagyunk a hadszíntérhez, egyelőre nem tudunk katonai támogatást nyújtani. Erre csak parlamenti jóváhagyással van lehetőség, közölte Kirill Petrov. Lengyelország viszont jelentős mennyiségű fegyverrel, köztük felderítő drónokkal és saját fejlesztésű modern légvédelmi rendszerekkel segíti az ukrán haderőt. Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök szombaton újabb szankciókat szorgalmazott Oroszországgal szemben. Javasoljuk, hogy az Európai Unió haladéktalanul függessze fel a tengeri és szárazföldi kereskedelmet Oroszországgal, tiltsa ki az orosz árukat szállító hajókat az európai kikötőkből. A teljes blokkád hatására Moszkva talán megfontolja, hogy felhagyjon ezzel a kegyetlen háborúval, mondta a kormányfő. A londoni kormány azon dolgozik, hogy véget vessen az orosz kőolaj és gázfüggőségnek, mondta a brit konzervatív párt konferenciáján Boris Johnson kormányfő, aki szerint a világ fordulóponthoz érkezett. Ha Putyin győz, nem fog megállni Ukrajnában. Az ukrán szuverenitás eltiprása azt jelenteni, hogy Georgia, majd Moldova szabadsága is veszélybe kerül. Egész Kelet-Európában beköszöntene a megfélemlítés új korszaka, a Baltikumtól a Fekete-tengerig, fogalmazott Boris Johnson. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök hajnalban ismét béketárgyalásokat sürgetett. Úgy fogalmazott, itt az ideje helyreállítani Ukrajna területi integritását. Különben Oroszország olyan veszteséget szenved, amelyből csak nemzedékek múlva tud talpra állni. Moszkva viszont szándékos időhúzással vádolja Kijevet. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, érzése szerint az Egyesült Államok tartja vissza Ukrajnát attól, hogy elfogadja az orosz javaslatokat. Vladimir Putyin orosz elnök csütörtök este a török államfőnek vázolta követeléseit, köztük azt, hogy Kijevnek le kellene mondani a fennhatóságáról a kelet-ukrajnai szakadár területeken.